Az újfehértói polgármesteri hivatalban 32 köztisztviselő dolgozik, munkájukat még 8-an segítik a mindennapokban. Most 18-an otthonról dolgoznak az úgynevezett home office-ban, mert a munkatársak egészségének védelme érdekében az irodákban csak egy-egy fő tartózkodhat munkaidőben. A kialakult járványhelyzet miatt az ügyfelek személyes jelenléte korlátozott, így a kihelyezett urnákba dobják a kérelmeiket, dokumentumokat, amelyeket iratkarantén után iktatnak és az ügyintézőkhöz kerülnek. A hivatalban tavasz óta megduplázódott az ügyek száma, a világjárvány miatt kialakult helyzetben minden nap új feladatot kapnak a köztisztviselők. A pandémia természetesen a határidőket nem módosította, ami azt jelenti, hogy egy picit talán nehezebb az ügyintézőknek az ügymenetet végigvinni, hiszen sok esetben személyes nyilatkozatfelvétel, vagy bármi olyan részletes, vagy részletbe menő nyilatkozat szükséges lehet, amit talán könnyebbé tenne egy ügyfélnek a személyes megjelenése, de mindenre megoldást találunk. A határidőket természetesen tartjuk. Több ügyirattal, de kevesebb ügyféllel dolgoznak az újfehértói köztisztviselők. Az ügyfélfogadásokon az előző években tapasztalt ügyfél száma harmadára csökkent, a legtöbben online vagy telefonon intézik az ügyeiket. A személyes megjelenéshez kötött ügyek intézése biztosított. A lakosság a polgármesteri és a jegyzői fogadóórákon találkozhat a hivatal vezetésével. A polgármester szerint az ügyfélbarát közigazgatás egyik legfontosabb eleme, hogy a lakosok számára mindig elérhető legyen a segítség. Telefonon, illetve a szociális médiában ott vagyok, tehát bárki megtalálhat, akár telefonon, akár messengeren, akár ha az utcán találkozunk, tehát nem zárkózunk el semmilyen megbeszéléstől, akinek ügyes bajos dolga van, vagy halaszthatatlan problémája van, az eddig is bizalommal keresett, és ezután is nyugodtan fordulhat hozzám, amiben tudunk, ezután is segíteni fogunk. A járványhelyzet a mindennapos ügymenetre is hatással van. Érinti egyebek mellett a közétkeztetést, a higiéniai előírások betartása miatti intézkedések foganatosítását és a rendkívüli szociális juttatások kiutalását. Az egyenletes munkamegosztásnak köszönhetően a polgármester szerint Újfehértón minden feltétel adott a nyugodt, kiegyensúlyozott ügyfélkezeléshez.